Alkalommal szervezték meg ezt a projektet. Az idén is nagy érdeklődés övezte. A 11 fiatal gyakornok albán, bosnyák és roma nemzetiségű 6 állami intézményben, illetve a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárságban alkalmazzák őket. A fiatalok jelenléte az állami intézményekben nagyon fontos, mert egy új erőt, energiát képviselnek, mondta el Olga Miloszávljevics, a projekt egyik munkatársa. A másság, a különböző nemzeti kisebbségekhez tartozás az csak előny lehet, semmiféleképpen sem hátrány, és ki kell használni ezt a gazdagságot, egymással élni, egymás mellett is élni, és egymással is élni, mert hogyha minden oldalon megvan ez a hajlandóság, hogy közeledjünk, hogy egymást jobban megismerjük, ezzel csak gazdagabbá tehetjük mindennapjainkat. A gyakornokok szerint ez a projekt sok mindenben hozzájárul oktatásukhoz, és az sem mellékes, hogy így módon munkát kaphatnak. Emellett megismerhetik a szerbiai intézmények működését.